Ebben a mai videóban 6 olyan lépésről lesz szó, amit célszerű meglépni endometriózis esetén, tehát amelyek segítenek abban, hogy a tüneteket csökkentsd. Üdvözöllek itt, Újhelyi Szabolcs Zoárd! Az endometriózis során lényegében jelentősen megnő az ösztrogén hormon szintje a női szervezetben, pontosabban az ösztradiol szintje, az az ösztrogén hormoné, amely gondokat okoz és amely képes akár rákos sejteket is kifejleszteni. Tehát a fő probléma a háttérben a túl sok ösztrogén. Az ösztrogén hormont úgy tudod csökkenteni, hogy egyfelől kizárod az ösztrogén növelő ételeket a táplálkozásodból, másfelől pedig elkezdesz olyan ételeket és étrendkiegészítőket fogyasztani, amelyek segítenek az ösztrogénnek a visszaszorításában. Az endometriózis rengeteg problémát okoz a hölgyek szervezetében, például fájdalmakat, fájdalmas menstruációt, vérzéseket, székrekedést, hátfájást, meddőséget és puffadásokat is. A probléma lényege, hogy a méhen és a petefészken kívül felesleges szövet kezd el fejlődni, amit az orvosok sebészi úton, illetve gyógyszeresen is kezelnek. A sebészi beavatkozás során eltávolítják az endometrikus plakokat, míg a gyógyszeres kezelés alatt dienogeszt hatóanyag tartalmú gyógyszert írnak fel. A dienogeszt lényegében progeszteron, azaz az ösztrogén hormonnak úgy is hívhatjuk az ellen hormonja. Tehát az orvos tudomány is úgy próbálja az endometriózist kezelni, hogy megpróbálja visszaszorítani az ösztrogént. Az első lépés tehát az ösztrogén növelő ételek kizárása a táplálkozásodból, járj utána annak, hogy azon ételek közül, amelyeket fogyasztasz, melyek az ösztrogén növelők, és első lépésben hagyd el őket, vagy szorítsd vissza a bevitelüket, amennyire csak lehetséges. A három leggyakoribb ösztrogénnövelő ételcsoport először is a tömegtermelésből származó húsok, illetve zöldségek, mivel ugye az állatokat hormonokkal injekciózzák be, mely hormonok többsége ösztrogénnövelő, utánozzák az ösztrogént, illetve a permetszerekben is rengeteg olyan vegyület van, ami ugye növeli az ösztrogén szintet. Tehát például átállni a tiszta zöldségekre és húsokra, például a biogazdálkodásból származókra egy fontos lépés. A második gyakori ösztrogén növelő a cukor és a modern feldolgozott bolti ételeknek a többsége, az édességek, a chipsek, stb., melyek sok finomított szénhidrátot tartalmaznak. Tehát ezeket is fontos visszaszorítani, illetve teljesen elhagyni. És harmadiknak a szójatartalmú termékeket említeném még meg, és nem csak azokra az ételekre és italokra érdemes gondolni, amelyeknek a nevében benne van a szója, mert a szóját sok más ételbe is beleteszik, mint például a húskészítményekbe is. A második lépés az ösztrogén visszaszorításához, az a jódbevitel megemelése a táplálkozásodban. A jód képes a rossz hatású ösztradiol hormon receptorok érzékenységét csökkenteni, így csökkentve az aktivitásukat a szervezetedben. Lehet szedni jódtablettát, jó jódforrás a tengeri moszat, vagy ott vannak az algák is. Például algaételeket célszerű hetente többször is enni, de a spirulina alga is tartalmaz jódot, illetve rengeteg ásványanyagot, nyomelemet és antioxidást. A spirulina algáról készítettem már több videót, keres rá a keresőben. Jó jódforrások még a tőkehalmáj, a csukamájolaj, a tőzegáfonyalé, a zöldfűvel etetett marhától származó tejtermékek is. A jód mellé érdemes a szelént is pótolni, mert ha az egyiknek alacsony a szintje, akkor általában a másiknak is az szokott lenni. A harmadik lépés endometriózis esetén a zöld színű zöldségek, főként a keresztes virágúak rendszeres fogyasztásának beiktatása a táplálkozásodba, mint például a bordáskel, feketekel, brokkoli, mángolt, kelbimbó és társaik. Készíts egy vagy több féléből salátát minden nap és egyél meg egy tállal. Sokféle receptet találsz ugye ezzel kapcsolatban az interneten. A zöld színű zöldségek segítenek csökkenteni a rossz hatású ösztrogént és megnövelni a jó hatásút a szervezetedben, tehát egyfajta kiegyensúlyozó hatással bírnak.
A negyedik lépésben a barátcserjét lehet bevetni. A barátcserjét, vagy latin nevén a Vitex agnus castust, főként étrendkiegészítő formában célszerű szedni rendszeresen, de vannak barátcserje teák is. A barátcserje segít a hormonok kiegyensúlyozásában, hatékonyan tudja csökkenteni a PMS tüneteit, fokozza a progeszteron termelődését a szervezetedben, tehát segít megnövelni az ösztrogén hormont, visszaszorító hormon szintjét. A barátcserje növeli a teherbeesés valószínűségét is, a legtöbb esetben pedig csökkenti a menopauza negatív tüneteit, és szülés után pedig segít megnövelni a tejtermelődést, tehát a beindulását. Az ötödik szer, amit bevethetsz endometriózis esetén, az a melatonin. A melatonin az alvási ciklusunkat irányító hormon. Általában tabletta vagy szopogató tabletta formában kapható, a gyorsabb elalvást és a jobb alvást segíti, azonban a melatoninnak van egy természetes méregtelenítő hatása is, és ez leginkább a rossz hatású ösztrogén hormonok eltávolításában jelentkezik. Azaz a melatonin segít a rossz hatású ösztrogénnek a gyorsabb távozását segíti a testünkből. Mivel álmosító hatása van, este érdemes bevenni, de kisebb adagokat lehet belőle napközben is adagolni, például ebéd után. A hatodik és egyben utolsó lépés pedig az egyéb fontos mikrotápanyagok pótlása, amelyek különböző módon segítik a tünetek enyhülését. Az első a magnézium, mely a méhre nyugtató és fájdalomcsillapító hatásai vannak. A második a vas, mely segít vérszegénység esetén ugye a visszapótlásban, és a harmadik az omega-3 zsírsavak, melyeknek ugye gyulladáscsökkentő, illetve izomfájdalom enyhítő hatásai lehetnek. Továbbá az omega-3-nak ugye fontos szerepe van a hormonok termelődésében is. Az omega-3 pótlásához a legjobbak a krillolaj, illetve a csukamájolaj. Végezetül pedig a endometriózis esetén lelki okokat is fontos feltárni. Az endometriózis arra utal, hogy a nőiességünk nem a megfelelő helyen van. A megoldás első lépése, hogy hagyd kibontakozni a nőiességedet, tárd fel a nőiességeddel kapcsolatos problémákat, azaz engedj teret a nőiesség kibontakozásának az életedben. Az endometriózis holddal és uránusszal kapcsolatos probléma, így ha asztrológussal konzultálsz, erre is kérdezz rá mindenképpen. Remélem hasznosnak és érdekesnek találtad a videót, és tudtam vele neked segíteni. Itt felül megtalálod a webshopom linkjét, nézd be oda is. Ha még nem iratkoztál fel korábban a videó csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Minden jót kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!